Túró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese, tehát a mai első vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk, és Tarnay Kristóf Ábel a vendégkérdezőnk. Szia, jó reggelt kívánok, aki az első kérdés lehetősége. Igen, köszönöm szépen, hogy nyilván tegnap volt ugye ez az egyeztetés, és a 444-nek, ha jól olvastam, azt mondta, hogy részletes érdemi válaszokat kapott, és ugye itt két példát említett, az egyik az a kisgyerekes pedagógusok kedvezményei, a másik pedig az igazgatók ne tudják önkényesen növelni vagy csökkenteni a pedagógusok bérét. Mik voltak a konkrét felvetések, és konkrétan milyen választ kapott ezekre? Három témakör köré csoportosítottam a mondandómat. Az első a finanszírozási kérdések, és itt felhívtam például a miniszter úrnak a figyelmét arra, hogy a hazai források tekintetében is az oktatás most rosszabbul áll, mint mondjuk 2001-ben. Akkor a GDP arányos ráfordítás az oktatásra 5,4% volt, 2021-ben csak 4,7%. Tehát, hogyha nagyobb érdekérvényesítő ereje lenne ennek az ágazatnak a kormányzaton belül, ami most ugye Pintér Sándornak a feladata, akkor többletforrásokat lehetne bevonni. Erre mondjuk mit mondott például? Megköszönte ezt az információt. De ez nem tudta, tehát az ez nem tudom, nehéz úgy gondolni, hogy nehéz, most új információ. Ez egyébként egy adat, tehát most nem tudom, hogy mennyi adat van, amit ő fejből tud. Nem tudom, hogy tudta-e, én minden esetre fontosnak tartottam elmondani, hogy hazai forrásokból is lehetne növelni az oktatásra fordított finanszírozást, és belementünk konkrét munkaszervezéssel kapcsolatos kérdésekbe, és például ez a fegyelmi ügynek a fegyelmi ügyébe is. Javasoltam azt, hogy ne lehessen csökkenteni a bérét valakinek. És erre például mit mondtak? Az, hogyha kirívóan súlyos sértés, fegyelmi ügy történik, például valaki mondjuk többször ittasan jelenik meg az iskolában, akkor ők ragaszkodnak ahhoz, hogy valami érdemi büntetést is ki lehessen szabni. Ez esetben pedig kértem, hogy akkor ezt a törvényben ennél sokkal pontosabban fogalmazzák meg. Akkor ez nem járhat azért, hogyha valaki mondjuk bírálja az oktatás helyzetét például, mert ugye erről is lehetett hallani, ugye azt mondta néhány napja nekem Nagy Erzsébet a PDS-től, hogy azokat a részeket, amiket a részét azt mondták, hogy kivették, például azt, hogy ugye iskolán kívül sem kritizálhatja az oktatás helyzetét, hogy azt gyakorlatilag kiszervezve visszatették például ezt a minősítési rendszeren. Tehát nem tudom, hogy erre akkor azt mondja, hogy konkrét biztosítékokat szeretnének, hogy kaptak-e például. Én ilyet. Azt láttam, hogy nincsen arra szándék a miniszter részéről, hogy valakinek a szólásszabadsága miatt csökkentsék a fizetését, hanem konkrétan ezt az ittasan megjelenő példát ő mondta, és azt is kérte ott az államtitkártól, hogy a Nemzeti Pedagógus Karral együttműködve dolgozzák ki ennek a részletszabályait, hogy milyen vétségek esetén lehet a bérek csökkentését. Tehát én úgy láttam, hogy erre nincsen szándék a miniszter részéről. És egy másik ügy volt szintén, amit felvetettem, hogy a törvény most lehetőséget fog adni az igazgatóknak arra, hogyha valamilyen bizonyos szempontok alapján a pedagógusok fizetését 20%-kal megemelhetik. Hát ez a minősítési rendszer, nem erről, vagy ez nem erre gondol? Nem erre gondolok. Azon belül fel van sorolva, hogyha bizonyos többletmunkákat elvégez egy pedagógus, akkor az igazgatónak is lehetősége van eltéríteni fölfelé a bérét. És itt javasoltam azt, hogyha itt méltánytalannak érzi egy pedagógus ezt a döntést, mert mondjuk ő is elvégezte az egyik munkát, meg a másik pedagógus is, de csak az egyik kapja meg az eltérítést, akkor a tankerülethez fordulhasson. Erre azt mondták, hogy ez egy jó javaslat, és beépítik. Tehát mi belementünk ezekbe a konkrét részletekbe is. Összességében mennyibe érzékelte ön azt, amit többen is a jelenlévők közül jeleztek, hogy egyfajta szakmai egyeztetés helyett egyfajta politikai bábszínház volt, illetve a diákok képviselő meg azt is elmondta, mintha egy ilyen szelíd mosolyt látott volna átsuhanni Pintér Sándor arcán életében először talán, de ezt ő úgy vette, vagy úgy érzékelte, mintha kinevette volna őket, vagy önöket, nem kellően komolyan véve a követeléseket. Én ameddig a baloldali pártok ott voltak, addig ők egyetlen konkrét szakmai javaslatot sem fogalmaztak meg, sőt az egyikük szájából el is hangzott, hogy ők nem azért jöttek, hogy erről a törvényről egyeztessenek, ami elég furcsa, hogy meghívja őket. Bocsánat, azért, mert ők azt mondták, hogy ők nem tartják ezt a státusztörvényt, hogy a késetleg nem tudja, hogy a pedagógusok új jogállásáról beszélünk, tehát hogy ezt azért mondták, hogy nem akarnak belemenni a részletekbe, mert hogy ők azt mondták, hogy ők nem tartják elfogadhatónak, mert számos pontja ugye érdekképviseletek szerint hátrányosan érinti a pedagógusokat.
sokat. Ez világos, csak akkor az ne foglalkozzon ellenzékiként politikával, aki... Oda mehet azt mondani, hogy ez egy rossz törvény, vonják vissza. Ugye ők arra hivatkoznak, hogy például a béremelés, stb. Ezeket anélkül is be lehet vezetni. Mindent lehet minden nélkül. Az a kérdés, hogy milyen taktikát próbálunk magunkévá tenni ebben az ügyben. És szerintem az egy hibás elgondolás, hogyha nem jó az egész, akkor egyetlen részeit se változtassuk meg. Hogyha egyetlen dolgot sikerül megváltoztatni, szerintem az is siker. És én úgy gondolom, hogyha lesz egyetlen olyan pedagógus, akinek mondjuk a méltánytalanságát el tudjuk kerülni azzal, hogy ez a fellebbezési lehetőség bekerül, akkor már sokat tettünk a pedagógus. Hát ugye az 56-ból 36, ugye Pintér Sándor erre hivatott, hogy az... Igen, korábban mondjuk 34-et mondott, de hogy igen. Csak egyetlen kérdés ide, hogy egyébként azokkal a módosításokkal, amiket önök elmondtak, azokkal önöknek a státusztörvény elfogadható? Nyilván nem. Tehát voltak olyan részek, amelyeket felvetettem, és miniszter úr azt mondta, hogy ők ezt nem támogatják. Tehát mindenre volt példa, olyanra is, amire azt mondta, tudok mindjárt, tehát volt olyan is, amire azt mondta, hogy befogadják és logikusnak tartják, volt olyan, amire azt mondta, hogy utána néznek, ez volt a legtöbb egyébként, hogy ott nem foglalt állást, de logikusnak tűnt a felvetés, de nem tett ígéretet arra, hogy elfogadják, és volt olyan, amit kerekperecsel utasított. Volt arról szó, bocsásson meg, hogy egyébként az ellenzék egységes javaslattal fog fellépni? Csak azért kérdezem, mert például a mai Magyar Nemzetben az államtitkár némi iróniával átitatva úgy nyilatkozik, hogy hát akkor véletlenül ezt a nyomtatóba felejtették, mert hogy ő nem kapott ilyet készhez. Kérdés, hogy volt-e egyáltalán az terv, hogy az ellenzék egy egységes javaslatcsomaggal érkezzen majd erre a megbeszélésre? Nem tudom, mi teljesen elkülönülünk a hat pártól, tehát amikor ők kivonultak, akkor mi továbbra is bennmaradtunk, és akkor indult meg ez az érdemi párbeszéd magáról a törvényről és a szövegszerű módosításokról. Az előmeneteli rendszerrel kapcsolatban is ott is jelentős, például a portfólió ügyét is felvetettem, hogy nagyon jelentős adminisztrációs teherrel jár a pedagógusoknak, és ezt is, erre is ígéretet tett miniszter úr, hogy ezt felül fogják vizsgálni, hogy ez ne kelljen több tíz oldalas dokumentumot feleslegesen készíteni a pedagógusoknak, sőt a minősítési eljárás során több olyan rész is van, amit duplán kell nekik elkészíteni kétszer, teljesen fölöslegesen, tehát kértem ennek a felülvizsgálatát is ennek az új törvénynek. 40 órás bentartózkodás, ugye az szóba kerül? 58, nem? Tehát, hogy az, hogy ugye... Majdnem, hogy teljes munkaidőben... Sőt, ugye az, hogy ugye a napi munkaidő 12-re... 12 óra lehet, így van. Miközben hát vannak bőven otthoni feladatok is a pedagógusok. Ha minden igaz, 48-ra, 40-ről 48-ra. Tehát ugye ez az egyik legtöbbet kritizált pontja. Így van, én ezeket szintén felvetettem, és itt is voltak olyan részek, amelyekből azt mondták, hogy egy az egyben átemelték a munkatörvénykönyvéből. Például az, hogy havonta legalább 4 alkalommal a pihenő napján is rendelkezésre kell állni a pedagógusnak, ami azt jelenti, hogy lényegében minden hétvégén rendelkezésre kell állni. Én úgy vettem észre, hogy miniszter úr ott szembesült ezzel, hogy ez van benne a törvényben, vagy nem figyelt fel erre a lehetőségre, vagy eshetőségre, és ennek a felülvizsgálatát is ígérte. Ezeket szintén felvetettem, a 12 órát, 48 órát, hogy gondolják át, vagy legalább azt tegyék meg, hogy kiterjesztik a kisgyermekes pedagógusok védelmét erre a részre. Ugye, ha jól tudom, ugye az áthelyezésekre volt, ugye? Így van, az áthelyezésekkel kapcsolatban, csak hogy a nézők is értsék, nem helyezhető át az a pedagógus, akinek általános iskola alsó tagozatos vagy kisebb gyermeke van, és kértem például a nyári munkaidőbeosztásnál, ugye az is szerepel a törvényben, hogy a szabadsága ideje alatt, tehát a nyáron is beoszthatók, hogy lehetőleg ne azokat osszák be, akinek kisgyermeke van, hiszen neki a saját gyermekének a felügyeletét sokkal nehezebb megoldani, mint akinek mondjuk nincsen. Elmerült bármilyen szempontból, bocsáss meg, a pedagógus hiány kezelésének kérdésköre, mert azért ez egy fajsúlyos ebben a helyzetben, hogy ha jól emlékszem, most már 16 ezer pedagógusnál tartunk, aki hiányzik a rendszerből, és sok módosítás, ugye például az áthelyezésekre is azért van szükség, mert hogy ezeket a lyukakat valahogy fel kell tölteniük. Erre esetleg tettek felkérdést, és kaptak erre választ? Elsődlegesen a finanszírozás miatt van pedagógus hiány, tehát az a rendkívül alacsony bér, amiért dolgoznak, tehát az a döbbenetes helyzet áll fenn, hogy még egyetemet végzett pedagógus is, akár 17 év munkaviszony után még garantált bérminimumot kap, ami döbbenetes. De ezt elmondta a felvezetőjében egyébként Pintér Sándor, hogy ők is tudják, hogy alacsonyabb bér a pedagógusoknak. Van szándék arra, hogy emeljék, tehát igazából a szokásos lozungokat, amiket egyébként így van, tehát hogy ez az uniós pénz. Tehát ezzel kapcsolatban új információt nem tudtunk meg ezen az egyetet. Csak közben ugye, bocsánat, az a probléma, hogy nem lesz nagyon kivel tárgyalni majd a továbbiakban, mert hogy a legfrissebb felvételi adatok szerint alig-alig jelentkeztek pedagógusnak a fiatalok, tehát
egy idő után elfogynak, majd nyugdíjba mennek az idősebb tanárok és a javuk része. De legalább most már bármeddig lehet. Tehát, ezt nem érzékelik? Foglalkoztatni. Tehát most hozhatnak bármilyen törvényt, attól nem lesz pedagógus, hogyha ilyen alacsony bérekkel dolgoztatják. A minisztérium hozott egy statisztikát arra vonatkozóan, hogy szerintük növekedett a pedagógus pályára jelentkezőknek az aránya a tavalyi évhez képest. Ezt még nem volt időm ellenőrizni, bevallom őszintén tegnap. 1% a jelentkezők. A tavalyi évhez képest, nem lehet, hogy annyira kevesen jelentkeztek tavaly, hogy annál egy kicsit kevésbé. Nyilván mindenki tudja, hogy létszám probléma van, és most itt annak nem sok értelme van, amit egyébként a minisztérium is e tekintetben, meg a baloldali pártok is mondtak, hogy most számháborúba menjünk bele, azt kell megnézni, hogy hogyan tudjuk vonzóbbá tenni a pedagógus pályát. És itt szeretnék kiemelni egy olyan, a fizetések kapcsán egy olyan tényezőt, amire Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is felhívta a figyelmet, és én magam is rendkívül fontosnak tartom. Még ezzel az ígért brüsszeli béremeléssel együtt is a diplomás átlagbérnek a 80%-át fogja elérni a pedagógusoknak a bére 3 év után. Ez egyrészt előrelépés, mert az elmúlt 30 évben egyszer sem érte el még a diplomás átlagbér 80%-át. Másrésztről, hogyha azt nézzük, hogy a pedagógusok is diplomás emberek, és nem keresik meg a diplomás átlagbért, azért ez elég szomorú, hogy ezt a mutatót alkalmazzuk. Ez egyébként egy nemzetközi mutató, tehát ez nem Magyarország, vagy a minisztérium, vagy az ellenzék találta ki. De Horváth Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy ha már csak 80%-ot keresnek, akkor viszont egyéb olyan munkakörülményekkel kapcsolatos tényezőkkel, mint a szabadság, vagy egyéb juttatások, ezt a 20%-ot valahogyan ki kellene pótolni kvázi, hogy vonzó legyen a pedagógus pálya, és ez azért ebben a törvénytervezetben nem valósult meg. Sőt, hát pont ellenkezőleg ugye erre is hivatkoznak, hogy korábban azért volt talán elfogadható a mindig is alacsony pedagógus bér, mert hogy olyan extrák voltak, hogy 2 hónapos nyári szünet, meg nem voltak ilyen szigorú óraszám. Most viszont ezeket is visszaveszik, a béreket nem emelték, vagy nem megfelelő mértékben, és ezeket a úgymond extra juttatásokat, vagy könnyítéseket pedig hát egyre inkább szigorítják, az óraszámok növelése, a kötelezettségek, a terhek pedagógusok vállára rakásával. Ez nem az is nagyon nagy probléma vezetni Magyarországon, hogy nagyon kevés, alacsony létszámú a nevelési oktatási munkát közvetlenül segítőknek a létszáma. Tehát a pedagógusok olyan munkákat is kénytelenek elvégezni, amit egyébként nem pedagógusoknak kellene, vagy nem szükséges hozzá az ő szakképzettségük, vagy végzettségük, és ezáltal, mivel a létszám alacsony a munkájukat segítők esetében is rákényszerülnek arra, hogy ezt elvégezzék. Tehát nem csak fizetésemeléssel lehetne könnyíteni a pedagógusok terhein, hanem hogyha a létszámot növelnék az egyéb személyzet. Az utolsó pár percre még más témákat is hadd hozzunk szóba, mert hogy például van egy WHO-s pandémia szerződés, amelyel kapcsolatban, ha jól tudom, a Mi Hazánk megfogalmazta az álláspontját. Először röviden, ha kérhetném, akkor ezzel a pandémia szerződéssel kapcsolatban hozzuk képbe a nézőinket is, hogy mindenki értse, hogy miről van szó, és hogy mi az, amivel egyetért vagy nem ért egyet adott esetben a Mi Hazánk. 2021-ben ígérte a WHO, hogy egy pandémia egyezményt vagy szerződést létre szeretnének hozni, amely előírná a nemzetállamoknak, hogy bármilyen járvány a későbbiekben, világjárvány kitörne, akkor ezt kötelező lenne alkalmazni, illetve lennének kötelező elemei és nem kötelező elemei is. Ebben az szerepel, hogy létrehozna a WHO egy kifejezetten egy testületet arra, aki ellenőrzi ennek a végrehajtását, illetve ami a személyes szabadság megsértése, a mi álláspontunk szerint, hogy ha valaki kétségbe vonja a WHO által javasolt megoldási javaslatokat az egészségügy területén, itt kifejezetten vakcinákat is nevesítik, akkor azzal szemben az államok kötelesek lennének fellépni, sőt, ezt jelenteni kellene, még ez az első verzió, ami megjelent ebből a dokumentumból, de jövőre már szeretnék életbe léptetni ezt az egyezményt. Tehát de mit jelent a fellépés, hogy valaki... Hát azt büntessék meg magyarul. Most a részleteket még nem írták le ezzel kapcsolatban, de így van. Sőt, ezt az államok kötelesek lennének jelenteni a WHO-nak, hogy ők ezt... Tehát kell, egy ilyen besugó rendszer alakulna ki ott is, akkor ha jól értem. Így van, tehát egyrészt a nemzeti szuverenitásnak a csorbítását látjuk ebben, hiszen tagállami hatáskör meghatározni, hogy ki hogyan szeretne adott esetben egy járványt kezelni, bár szerintünk ugye a kormány COVID politikája is elhibázott volt, másrésztről pedig a személyes szabadságnak a... De egy személyekről van szó, vagy intézményekről, ha egyet nem értésről beszélünk. Tehát egy
most elmondhatja mondjuk az álláspontját, vagy ezzel együtt az egész intézményt, akkor ő képviseli, és rájuk vonatkozik ez a kötelezettség, vagy ezt hogy kell érteni, vagy mi az értelmezése az önök felfogásában ennek? Mindegyikre vonatkozik, tehát bármilyen intézmény vagy személy, aki szembe megy a WHO-nak a megoldási javaslataival. Hát ez mennyire? Tehát azt mondjuk, ez még akkor egy javaslati fázisban van. Tehát Igen, az első verzió jelent meg ezzel kapcsolatban. Gondolom, akkor azért nem önök az egyetlen politikai formáció, aki mondjuk ezt opponálja, tehát hogy azért gondolom van erről vita, nem? Tehát, hogy Magyarországon nem tudok róla, hogy lenne más. A külügyminisztérium államtitkárát kérdeztem a hétfői parlamenti napon, és ő egy maszatolós választ adott erre, még a kormány egyáltalán nem egyértelmű, hogy ezt el fogja utasítani. Hát rengeteg kérdésünk lett volna még többek között a vendégmunkások kérdésével, kivándorlás és bevándorlással kapcsolatban is, de hát azt majd egy következő alkalommal, mert hogy mai napon erre a témára rendelkezésre állítunk sajnos lejár Duródóra. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, és Tanály Kristóf Ábelnek is köszönjük a segítséget.